Újabb rangos sportesemény érkezik a héten Győrbe. Szeptember 23-a és 26-a között a Győri Öttusa és Triatlon Sportegyesület szervezésében városunkban rendezik meg a UIPM Masters 4 tusa, 5 tusa váltó nyílt Európa bajnokságot és a Dunakupa felnőtt férfi-női 5 tusa versenyt. Azt gondolom, hogy a 4 tusa és az 5 tusa népszerűsítése is nagyon fontos itt városunkban, hogy a hagyományokat tudjuk továbbvinni, és hát a fiatalok, hogyha kimennek akár egy ilyen versenyre és meglátják, itt mégiscsak több sportág keveredik egybe, akár bármelyikből is kedvet kapnak és fognak élni ezzel a sportolási lehetőséggel, az nagy öröm lesz számunkra, és hiszen a létesítmények többsége már adott ehhez is, de azt mondom, hogy erre a versenyre jöjjenek ki, nézzék meg, és utána talán ehhez is kedvet fognak majd kapni. 18 ország sportolói utaznak Győrbe, többek között Anglia, Dánia, Németország, Olaszország, Oroszország, Spanyolország versenyzői indulnak a megmérettetésen. Azonban, mivel nyílt viadalról beszélünk, így például Panamából is érkeznek öttusázók a versenyre. 80 fő jelezte idáig az indulását, tehát nagyon nagy örömmel várjuk a Masters-eket. El kell azért azt mondanom, hogy a Masters kategória az 30 évestől kezdődik, tehát gyakorlatilag még aktív élsportolók is részt vehetnek a versenyen. Ugye öttusában, hát meg hát egy-két sportágban az 30 év az nem jelent semmit, tehát ez még nagyon fiatal versenyző, aki 30 éves. Az Európa-bajnokság a város több iskolájában, a Krúdi gimnáziumban, a Veres Péter szakképzőiskolában, valamint a Magyar Vilmos uszodában zajlik. Elsőként a lövészettel kezdenek a sportolók csütörtökön reggel 8:30-tól.